aki implantátumot szeretne, első kérdése az, hogy kell-e félni egy implantátum behelyezés esetén, az implantátumtól az kilökődik-e, vagy valamilyen tartós egészségkárosodással lehet-e számolni. Az implantátum egy szövetbarát anyag, amely köré egyébként a szervezet egy kötőszövetes tokot képez. Ez egy normális folyamat, ettől félni nem kell, ez jótékony hatással is lehet az implantátum behelyezést követően. A behelyezés kapcsán azonban lehetnek természetesen műtét közbeni kockázatok, amik nem a behelyezés miatt, az implantátum tényétől, hanem a műtét kapcsán fordulhatnak elő. Önmagában az implantáció az azzal jár, hogy a évekig ezt követni kell, ezt a folyamatot mindig kontrolláljuk, és adott esetben, ha szükség van, hamarabb észrevesszük azokat az elváltozásokat, amelyek a későbbiekben esetleg korrekciót okozhatnak. Ilyen például a tokosodás, ami a behelyezett implantátumok kapcsán körülbelül 5-8%-ban fordul elő. Erre nem kell számítani, nem kell azt gondolni, hogy ez mindenféleképpen elő fog fordulni, viszont ha az ember egy ilyen műtétre szánja rá magát, annak az esetleges következményeivel is számolnia kell.